tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és nyújt be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az ENTV.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok, ez itt a Parallaxis 33. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Természetesen itt vannak velem mai műsorvezető társaim Miklós és Csaba, de még mielőtt az ő bemutatásukra, vagy az ő megszólalásukra rátérnénk, és a mai témánkra, amely az időutazás, illetve az időutazásos skifik lesznek, egy kicsit mi is most visszamegyünk az időben itt a műsor elején, mert hogy egy régi új vendéget köszönhetünk köreinkben, Rezsabek Nándort, aki alkalmazott környezetkutató, és egyébként a Parallaxis rádiós változatában számtalanszor volt vendégünk, és vele arról fogunk hamarosan beszélgetni, hogy fölkért minket nem olyan rég, hogy a Parallaxis legyen partnere egy fantasztikus svédországi expedíciónak, de hogy mi is ez az expedíció, arról Rezsabek Nándort kérdezem. Szia, üdvözöllek! Szia, sziasztok! Megköszöntöm nagy szeretettel a hallgatókat is. Nagyon röviden összefoglalva, ez egy 2 évvel ezelőtt indult projekt, aminek a lényege, hogy európai meteorit krátereket keresünk fel. Van egy kis kutatási szála, és illetve ismeretterjesztő szála úgy szintén. Ez egy 4 fős csapat, egy ilyen másoddiplomás iskolai tanulmányokból kinövő projekt volt, de most ugye az idén a Covid miatt elmaradt, jövőre folytatjuk, viszont ez már komoly szponzorokkal, szakmai partnerekkel, médiatámogatókkal bővült a csapat, és így kerültetek ugye ti is a képbe, itt korábbi kapcsolódások meg jelenlegi ilyen szakmai szálak mentén. És amelyik nagyon örülünk, hogy a Parallaxis is részese lehet médiatámogatóként a jövő évre került következő expedíciós utunknak. Fölmerül egy laikus kérdés, konkrétan mit kutattok? Mit lehet kutatni egy ilyen több mint 100 millió éves meteorkráterben? Most úgy néz ki, technikailag ugye ez a 3. utunk lesz, első alkalommal Lengyelországban jártunk, a Poznán külvárosában található a Magyarországhoz legközelebbi meteorit kráter, a Moraszko, ami valójában egy krátermező. Ezek 3-6 ezer éves, viszonylag kisebb méretű kráterek. A rákövetkezőben Németországban voltunk, ez a Ries és a Steinheim Icke kráterek, aminek létrejöttéhez egy kis bolygó, itt vannak a holdja szükségeltetett. Ezek már méretileg nagyobbak, egy 3,8 meg egy 24 kilométeres kráter, és időben is jóval távolabbra megyünk vissza, hogy említetted is, ezek 15 millió évesek. A szakmai programmal el kell mondani, hogy mi környezettanosok vagyunk, tehát egy kicsit más szemlélettel közelítettünk, tehát nem geológusok vagyunk, nem is játszunk geológust, éppen ezért alapvetően ilyen geomorfológiai vizsgálatok, talajtani vizsgálatok voltak. A kráterek esetében az életciklus része gyakorta a krátertó, ezeknek a meglévő, illetve egykori nyomait vizsgáltuk, tehát elmögé tettünk egy kis tudományos programot. Az ismeretterjesztésre meg kell mondani, hogy ugye, jó magam, hát most már egy 20 éve tudományos ügyseggörökön dolgozom, ugye a Parallaxis adásban is annak idején ugye így kerültem, és ugye nagyon lényeges, hogy ezzel a projekttel föl is hívjuk az érdeklődő csillagászatbarátokat, földtudomány, tudomány iránt érdeklődőket, meg a fiatalokat, hogy lehet és érdemes foglalkozni tudományos kérdésekkel. Most, hogy meséltétek ezt, meg olvastam, hogy egy 121 millió éves kráterről van szó, ami 9 kilométer átmérőjű. Ezért nekem így nagyon szöget ütött ez a fejembe, hogy egy icipici szakmai kérdés, hogy hát ugye 121 millió év az nagyon régen volt, ugye hát az még masszívan benne volt a dinoszauruszok korában, és hát azóta annyi minden történt, jégkorszakok gyalulták le
Észak-Európának a nagy részét. Ez hogyan lehetséges, hogy egy ilyen romkráter, ami az tóval fedett romkráter, ez még egyáltalán megmaradt? Hát ez egészen csodálatos. És hogy léteznek még ennyire régi kráterek, amik kimutathatók a Földön? Léteznek. Az, hogy meteorit kráter, ez biztosan az 1960-as évektől állapították meg minden esetben. Nagyon érdekes, hogy ez nem olyan távol, ugye azelőtt vulkanikus, meg egyéb eredetűnek gondolták, de ott voltak olyan felfedezések, ami együtt jár gyakorlatilag, hogy az Apollo repülések és a Holdon is ugye megállapították, hogy ott is 99%-ban becsapódásról van szó, és nem vulkanikus eredetűek. Jó példaként lehet említeni a legnagyobb földi meteorit krátert, a dél-afrikai Vredefortot, amit gyakorlatilag már az űrkorszakban műhold felvételekből azonosítottak a méretből adódóan, meg azzal, hogy olyan távoli időben keletkezett, hogy ezek már földi szemrevételezéssel nem állapíthatók meg. Tehát ezek megmaradnak azzal, hogy nyilvánvaló az erózió pusztítja őket, és ezért van, hogy nagyon eltérő minőségűek a vizsgálat szempontjából. Várjuk a fejleményeket az expedíció kapcsán, amit természetesen itt a Parallaxisban és a blogon is mindig beszámolunk róluk, és hát reméljük, és nagy várakozással vagyunk a jövő évi expedíció kapcsán, úgyhogy addig még biztosan, hogy beszélgetünk itt a műsor keretein belül. Rezsabek Nándor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy... Én köszönöm nektek a meghívást, és innen folytatjuk. Köszönöm szépen. Szervusz, szia! Sziasztok! Megyünk is tovább, sőt, hát nem is megyünk tovább, hanem gyakorlatilag belekezdünk a mai témánkba, amely az időutazás, meg az időutazásos science fictionök, meg ehhez hasonlók, és ebben állandó műsorvezető társaim, az imént már hallott Miklós és Csaba lesznek a beszélgető társaim. Sziasztok, srácok! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, akár a múltból, akár a jövőből hallgatnak minket. Hát ilyen krátereket kutatni már önmagában egy időutazás szerintem. Sziasztok, kedves hallgatók, én is üdvözlök mindenkit. Jó buli lesz, igen. Vagy jó buli volt, nem is tudom, lehet, hogy már meg is történt mindez. Na majd kitárgyaljuk. És ugye milyen érdekes, hogy ugye maga a podcast mi voltunk, nem mint egy rádióműsort manapság nem lehetne visszahallgatni később, de hogy maga ez a non-lineáris formátum, amiben most mi itt mozgunk, hát ez valójában egy időutazás. Eleve előveszünk fel az adást, ami később kerül megjelenésre, amit egyébként akár évek múltán is meghallgathat a kedves hallgató, úgyhogy izgalmasnak ígérkezik ez az időutazás, és hát ugye gondoljunk csak a Star Trekbe, főleg a Star Trek Voyager-ben, amikor Janeway kapitány állandóan fogja a fejét, amikor valami időutazás vagy időparadoxonról van szó az epizódban, de az ember feje egy kicsit belefájdulhat, és hát az aktualitása Christopher Nolannek a Tenet című filmje, amit mi nemrég megnéztünk moziban, amiről spoileresen fogunk a mai adásba beszélni. Elhangzottak benne olyan dolgok, hát úgy csak úgy pislogtunk, én párszor éreztem az én kedvenc ilyen közhelyemet a sorozatokban, hogy ebben a mondatban nem volt igaz szó. Miklós, melyek voltak azok a pillanatok, amikor azért fölkaptad a fejedet a Tenetet nézve? Hát én nem úgy ültem be, hogy most az egy tudományos előadás lesz, tehát igazából voltak benne olyan mondatok, amikben mondtam is akkor, hogy ebben a mondatban határozottan egyet tudok érteni a toldalékokkal, de úgy egyébként egy szót sem értek, de hát ez rendben van. A maga az alapkoncepció az viszont baromi érdekes, és az nem is teljesen fizikátlan, vagyis hogy mondjam csak, ugye az az ötlet, hogy, és akkor most kezdődhetnek a spoilerek egy kicsit, tehát hogy a filmben szerepelnek olyan cselekményszálak, illetve objektumok, amik bizonyos értelemben visszafelé mozognak az időben. Szerintem ez tök jó, mert én ilyet még filmben megjelenítve nem láttam, tehát majd beszélgetni fogunk arról, hogy klasszikus időutazós filmből rengeteg van, meg időutazós science fictionből rengeteg van, visszanyúlva a 19. század végéig egyébként. Persze most a regényekre gondolok, mert akkor még nem volt film annyira, viszont hát ilyet én nem tudom, majd mindjárt megmondjátok, hogy láttatok-e már ilyet, hogy vannak emberek, akik az időben előrefele élnek, és közben jönnek
megfelelőik, vagy akik meg ugyanott vannak térben, csak hogy ők visszafele csinálnak mindent, és minden visszafele megy, hogy az ő személyes időirányuk más, mint hogyha egy két sávon, mintha egy autóúton a szembejövő sávban élnének a számegyenes mentén, és látják egymást, meg kölcsön is hatnak egymással ezek a szálak, de teljesen más. Ez marha érdekes. És persze mondhatnánk, hogy ekkora baromságot, de azért azt a filmben is említik, hogy azért a fizikában is felmerültek ilyen ötletek, majd erről gondolom később beszélgetünk valamit, hogy most azt a filmben egyébként elhangzik például az a Wheeler-Feynman féle elmélet, két híres amerikai Nobel-díjas fizikus elmélete, na nem ezért kapták egyébként a díjaikat, de az egy nagyon jó ötlet volt, hogy például a múlt adásban az anyag-antianyag robbanás kapcsán emlegetett pozitronok, azok például a Feynman-Wheeler elméletben nem mások, mint időben visszafelé haladó elektronok. Tehát az antianyag az tulajdonképpen úgymond a normális anyag, csak az idő iránya számára teljesen más. Ezt nagyon nehéz elképzelni, matematikailag nem hülyeség a dolog, de hát ilyen makroszkopikus tárgyakra kiterjesztve én ilyet még nem hallottam, de maga az alapötlet az konkrétan fizikusoktól is származik, szóval ilyen értelemben nem akkora nagy marhaság ez a dolog, mint amilyennek elsőre tűnhet. Az időutazások kapcsán nyilvánvaló, amikor science fictionben látjuk vagy olvassuk, hiszen mi magunk azért nem tudjuk ezt átélni, akkor ugye rendre megjelennek a paradoxonok. Maradjunk a nagypapa paradoxonnál, hogyha én visszamegyek az időben, akkor, és megölöm az én szüleimet, akkor én nem tudok visszamenni az időben, nem tudom megölni a szüleimet, tehát paradoxonná válik a dolog. De hogy valójában ez nem lehet, hogy úgy működik, mint mondjuk a fénysebesség kérdésénél, hogy térhajtóművel kicselezhetjük, és gyorsabban repülhetünk a fénynél, vagy a környezetünk gyorsabban halad a fénynél. Ha a fénysebesség normál elérésére gondolunk, akkor azért a természet mindig bekapcsol a vészhelyzeti lámpa, a red alert, és mindent megtesz maga a természet azért, hogy ne tud elérni a fénysebességet, bármennyire is akarod. Ez, ugye a fénysebesség elérése az egy elég lehetetlen dolognak tűnik ebben a pillanatban, most 2020-ban számunkra, az emberiség számára, legalábbis a hagyományos szilárdhajtóanyagú vagy ionhajtóműves rakétával. Viszont nem lehet, hogy az időutazás is ilyen, tehát hogy előbb-utóbb talán mondjuk nem az lesz az akadálya az időutazásnak, hogy mi technikailag megvalósítjuk, hogy legyen elég energiánk rá, hogy legyen egy fekete lyukunk akár, amit úgy manipulálunk, ahogy akarunk, hanem maga a természet és a természet törvényei. Hát én egy kicsit azt gondolom egyébként, hogy az időutazásnál először meg kéne beszélnünk, hogy mit hívunk az alatt, mert hogyha az is időutazás, hogy a jövőbe utazunk, úgymond, akkor tulajdonképpen nincs akadály. De most eddig, amikről beszéltünk, az mindig a múltba történő utazás, és persze az általad említett nagypapa paradoxon és egyéb ilyen kronológia védelmi dolgok, ezek mindig akkor jönnek elő. Azért egy pár mondatot azért annak szenteljünk, hogy akár ki például vonatkoztatási rendszert vált, mondjuk mozgunk egymáshoz képest, akkor abból a relativitás elmélet értelmében következik, hogy az egyik helyen, vagy az egyik rendszerből tekintve másképpen, más, ha úgy tetszik, más sebességgel pongyolán fogalmazva múlik az idő. Tehát ugye innen jönnek a másik ismert paradoxon, és szinte ugyanennyire lerágott csont, ugye az Iker paradoxon, ugye arról van szó, hogy egy nagy sebességgel mozgó és vonatkoztatási rendszert váltó űrhajón ez egyik ikerpár egyik tagja elmegy egy jó nagy űrutazásra és visszatér, akkor számára ugye csak mit tudom én egy év telt el, miközben a Földön ragadt ikerpárja meg megöregedett. Ezt ugye rengetegen földolgozták. Ennek ugye semmilyen fizikai akadálya nincs ilyen értelemben. Mérnöki technikai akadályai vannak, de semmiféle ismert fizikai elméletet nem sért. Ez minden esetre egy nyitott kérdés. Hát már mindjárt, hogy ez egy megoldott ügy, tehát itt tulajdonképpen olyan ajtón kopogtatunk, ami már nyitva van. Az meg egy nagyon érdekes kérdés, hogy a természet megengedi-e a visszautazást a múltba egyáltalán bármilyen formában, és egyébként már ilyesmikről beszélgettünk, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy természeti törvénynek kell előírnunk azt,
hogy nem szabad a múltba menni, de a fénysebességgel ellentétben ez nem következik önmagában semmilyen fizikai egyenletből. Tehát nagyon jó példa például, és nem véletlenül jöttek elő a Feynmanék ezzel az emlegetett visszafele haladó elektronok gondolatával, amelyek az időben visszafelé mennek. Egyszerűen arról van szó, hogy a természet tehát leíró rengeteg egyenlet az időben visszafelé haladva is ugyanúgy értelmes megoldást ad. Például gondoljunk arra, hogyha levideózunk azt, hogy valaki eldob egy labdát, és azt visszapörgetve játsszuk le azt a felvételt, akkor nem tudod megmondani, hogy most ezt visszajátszás, vagy odafele nézted meg, mert egyszerűen a mozgás egyenlet az nem vesz tudomást arról, hogy merre megy az idő, akkor a megoldás sem. Tehát akkor visszafele lejátszó ugyanúgy megvalósulhatott volna. És a fizika rengeteg, rengeteg alapvető egyenlete, például az elektrodinamika egyenletei, azok ilyenek. Mi azt jelenti, hogy azt kézzel kell betenni egy csomószor, hogy mondjuk kijön belőle egy időben visszafelé haladó elektromágneses hullám, tehát egy olyan fény, amit előbb látsz, mint hogy ki lett bocsájtva, ez semmiféle matematikai értelemben nem sérti az ismert fizikai egyenleteket. Egyszerűen azt mondjuk, hogy hát ez egy nem fizikai megoldás, mert sérti az okság elvét, és ezért kihúzzuk. Nem vesszük tekintetbe ezeket a megoldásokat, de ezt kézzel csináljuk, ez nem a fizikából jön ki, ezt mi tesszük bele. És akkor pont itt lehet provokálni a dolgokat, hogy oké, hát mi van akkor, hogyha az tényleg van, csak nem észleljük, vagy valami. Szóval azért itt szerintem érdekes, hogy ezt kell mondanom, de nem olyan egyszerű a dolog, nem olyan egyértelmű a dolog fizikai szemmel, mint az általad említett fénysebességes dolognál. Magába a filmbe is bekerülnek korlátok, pedig azt gondolná az ember, hogy ott aztán elszabadulhat a fantázia, és abban az értelemben nincsen semmilyen limit, hogy visszafordíthatjuk-e az időt, ez a filmekben megtörténik, de ha visszaemlékeztek akár a Tenetre, akár más filmekre, akkor viszont az fordul elő, hogy megjelenik egyfajta ilyen elrendeltség, vagy előre leprogramozott cselekményszál, vagy szálak, amik egymás mellett futnak, és bármennyire is próbálnak a hősök szabad akaratukból valami hülyeséget csinálni, nem sikerül nekik. Talán a Tenetben is volt egy ilyen aspektusa ennek a filmnek, hogy úgy elmerengtek rajta, hogy hát van értelme bármit is csinálni, mert úgy valahogy mindig elrendeződnek ezek a szálak maguktól. Izgalmas a filmben, amikor látjuk a bunyókat, meg amikor vannak ezek az akciójelenetek, de aztán jön az a kiábrándító felismerés, hogy lehet, hogy ez el volt rendezve, minden úgy történt, ahogy történnie kellett. Ez még megfoghatatlanabb, mint egy fizikai határ, mert ki az, aki, vagy mi az, aki elrendezi ezeket a dolgokat, de benne van a filmekben is ez, és ez egyfajta magyarázat. Bár a Tenet az Miklóssal egyetértek, ilyet még filmben én sem láttam, aztán majd biztos jönnek a olvasók és felvilágosítanak, hogy regényben voltak ilyen időben visszafelé utazó egyének. Tetszik nekem ez, hát sajnos az ennek a korlátja, hogy nem lehet visszamenni dinoszaurusz nézőbe, meg a rómaiakat se lehet megcsodálni, mert ugye, ha jól értem, akkor ennek a visszautazásnak az emberi élettartam ad egyfajta limitet. Egyébként nem lehet az, hogy valahogy egy kicsit az emberek úgy hát nem is tudom, hogy mondjam, furán kezelik, vagy furán állnak ehhez az idő kérdéséhez, mert az idő, ami egy irányba folyik, azt úgy az emberek elfogadják, de nem igazán annyira nem gondolnak bele, és talán ugyanez a helyzet a múltba és a jövőbe utazással, hogy ahogy Miklós korábban mondta, nem az a kérdés, hogy tudunk-e időutazni, mert azt tudjuk, hogy tudunk időutazni, gyakorlatilag van rá lehetőségünk, ha jövőbe akarunk utazni, de a múltba valójában nem. Hogy talán az emberek nem veszik ezt egy nagyon picit egy kalap alá, az időutazást mint olyat, egyben azzal, hogy a jövőben vagy a múltban, de valójában vagy, tehát hogy nem ugyanaz a kettő. Nem tudom, értitek-e, hogy mit akarok ezzel mondani. Igen, én értem szerintem, és hát tényleg ez abszolút, én is azt gondolom, hogy ez hibás ezt a kettőt egy kalap alá venni. Az az érzésem, hogy más technikát igényel, bár a kettő nyilván hasonlít, tényleg egyébként talán a filmben is elhangzott, de rengeteg helyen elhangzott, úgyhogy nem tudom, hogy ott is konkrétan volt-e
az van, hogy például az időt úgy képzeljük el, mint egy folyót, ami folyik, akkor persze nagyon más technikát igényel az árral szemben menni, mint az árnak megfelelő irányban. És nyilván emiatt mást jelent az előre haladás, úgymond meg a visszafelé haladás, de a kérdés az, hogy egyáltalán lehetetlen-e egyáltalán bármit mondani erről, lehetetlen-e visszafele menni. Na most én azt gondolom, hogy különbséget kell tennünk a között, hogy mi lehetséges, és hogy mi az, ami ténylegesen megvalósul. Például az előbb mondtam azt, és talán itt van a kutyaelásva, az előbb mondtam azt, hogy ha visszafele lejátszuk azt a felvételt, hogy eldobunk egy labdát, akkor az ugyanúgy néz ki, mint amikor odafelé játsszuk le. Ez mondjuk igaz. Na de, van, nem minden felvétel ilyen, mert például amikor levideózzuk azt, hogy egy, mit tudom én, egy bögrét leejtünk az asztalról és ripityára törik, akkor azt lejátszva visszafelé rögtön tudjuk, hogy az, hogy így összeugranak a darabok, és hogy felpattan a bögre az asztalra, akkor az egy visszafele lejátszott film. Tehát, hogy vannak ilyen fizikai történetek, vagyis folyamatok, amiket egy irányba láttunk megvalósulni. De és itt van a lényeg, hogy valójában ez nem sérti igazából a fizika alapegyenleteit, csak iszonyatosan valószínűtlen, hogy megtörténik, és akkor itt jutunk el az entrópia kérdéséhez, ami a filmben is egy központi szerepet kap. Hogy, és ez az, ami lényegében különbséget tesz az időirányok között, mert egyébként akármennyire is furcsának néz ki, az tulajdonképpen a mechanika törvényeinek nem mond ellent, hogy összeugorjonnak a darabok, a rezgő atomok úgy rezegjenek, hogy egymástak ugranak ilyen széttört porcelán darabok, és felugrik egy, hogy hívják, egy bögre az asztalra. Tulajdonképpen ezek lehetséges történetek, úgymond az energia megmaradásnak nem mondanak ellen, már pedig az az igazán szigorú törvény, csak baromi valószínűtlen. Tehát itt az van, hogy az idő irányát az határozza meg, amit mi észlelünk, mint az idő iránya, azt ugye az határozza meg, hogy mi az az állapot, ami valószínűbben bekövetkezik, és nyilván például, amikor egy dobozba beleteszünk egy csomó puzzle darabot, és elkezdjük a dobozt össze-vissza rázni, akkor végtelen sokszor nagyobb az esélye szinte annak, hogy egy rendezetlen dolgot veszünk ki belőle, de az is előfordulhat, csak nagyon valószínűtlen, hogy kinyitjuk a dobozt, és ott van benne összerakva a puzzle. Tehát ilyen módon nem sérti a fizika törvényét, hanem egy statisztikai dolgot sért, amit a rendezetlenség növekedésének, vagy az entrópia növekedésének az elvét mondja ki, ami egyszerűen csak annyit jelent, hogy egy valószínűtlen állapot után valószínűbb állapotok következnek nyilván, nagyobb eséllyel, és ez ad végül is időt az időérzékelésünknek, és ez ugye más. Ez más. De ennek ellenére még egyszer mondom, ezek nem lehetetlen dolgok, csak valószínűtlen dolgok. És hogy valahogy ezeket lehetne buherálni, az egy nagy dolog lenne. Persze, ugye, ha lehetne, az azt is jelenteni, hogy lehetne úgynevezett másodfajú örök mozgót csinálni. Hát jelen tudásunk szerint nem lehet, de ez azért tényleg egy másfajta. Másfajtája a lehetetlennek, mint például az emlegetett fénysebességes dolog, és emiatt más technikát igényel szembeúszni az árral, de érdekes módon nem tartom teljesen lehetetlennek, hogy ami trükkös módon lehet. Az persze, hogy aztán mihez fog vezetni, és hogy hogyan befolyásolja az okokozati rendszert, ugye a nagypapa paradoxonok, meg ez az eleve elrendeltség, hát ez egy nagy kérdés. És ennek ez a science fiction dolga, hogy ezt földerítse. Csaba, neked mik a kedvenc időutazással kapcsolatos ilyen science fiction élményeid, amik ezt így rendesebben körüljárják? Nagyon meghatározó volt a Vissza a jövőbe trilógia. Nem pont az időutazásnak a bemutatása miatt, hanem az olyan menő film volt, amikor gyerek voltam, de hát természetesen ugye a DeLorean, meg az egész környezet, a főszereplők, a világ, amit bemutat, az nagyon megmaradt bennem, és én ezért ezt a trilógiát mondanám, vagy emelném ki, tehát azóta már láttunk több tucat ilyen filmet, és nem nagyon tudok rangsort felállítani, mert magukban a sorozatokban is ez egy visszatérő dolog, Star Trekben, Csillagkapuban, vagy bármilyen sci-fi sorozatban azért befigyel az időutazás mindig, és vannak azért jobb és rosszabb megoldások. Ez a Tenet, amit most megnéztünk, ez nekem nagyon bejött,
mert tényleg valami új aspektus látunk, vagy valami újdonságot képileg is, és ennek az egésznek a mechanizmusa is olyat tudott mutatni, ami ritka a filmekben. Az más kérdés, hogy ez mennyire volt emészthető. Nem tudom nektek például, mennyit kellett gondolkodni a film közben, miközben néztétek. Én végig azt éreztem, hogy itt két irányt lehet a moziszékben érvényesíteni. Az egyik az az, hogy oké, megértettem az alapszituációt, innentől kezdve rábízom magamat a rendezőre, és elhiszem, hogy így történik. A másik irány az pedig az, hogy én folyamatosan jártatom az agyamat, hogy hoppá, most amit itt láttam, az jó. Jó volt ez? Miért történt? Miért volt ez, ami bekövetkezett? Mi volt ennek az oka? Mi volt az okozat? Vagy hogy kerültünk ide? Ez viszont nagyon intenzív, hát ilyen agymunkát követel meg szerintem az adott nézőtől, úgyhogy én erről így első körben lemondtam, és azt mondtam, hogy oké, értem, hogy mi a kiváltója ennek az egész cselekménynek, és mi miért történik, de a kis apró részletek, hogy miért vannak, azokat elengedtem, és azt mondtam, hogy oké, én ezt majd a Blu-ray-en otthon megnézem többször, és akkor összerakom majd, hogy ezek a kis apró kis cuccok azok hogyan is állnak össze. Nem kételkedek benne, hogy működik, mert azért a Nolan filmekben szoktak működni a részletek is, de ilyen szempontból nehezebb ez az ügy, mint mondjuk az Inception, az eredet, mert álmodni mindenki szokott, és ott működött egyből a dolog, és nem kellett azon gondolkodni, hogy tényleg így van-e, vagy nem így van. Valahogy logikus volt az egész. Itt ez egy nehezebb ügy, és az emberi tényező teszi ezt az időben visszafelé utazást egy nehezen felfogható kérdéssé. Ugye ez az entrópia növekedéssel nekünk, meg ezzel a egésszel az a bajunk, hogy ez a statisztika, amit mondtál, ez nagyon rosszul esik nekünk embereknek, mert amikor valamit elrontunk, akkor zsigeri érzés van bennünk, hogy azt csináljuk vissza. És szerintem ez az időutazásnak az egyik motiváló tényezője, vagy mozgatórugója, hogy mit tudnék csinálni, hogy újra az a rendezett állapot álljon elő, mint ami volt, és most már a statisztika azt mondja, hogy soha többé nem lehetséges azt az állapotot előállítani, amire én annyira vágyok. Tehát ez egyfajta ilyen belülről jövő ösztönös vágy, hogy megvalósítsunk egy ilyen utazást, és ettől válik olyan fájdalmassá, és ettől válik szerintem érdekesebbé a visszafelé kérdés, mint az előrefelé kérdés, mert azt szerintem valahogy megemésztettük, és fizikusok serege már mondta nekünk, hogy igen, hát ha vannak ilyen objektumok az űrben, akkor történhetnek ott cifra dolgok, mire visszajövünk már nem él a rokonság, sőt egy sokkal fejlettebb földdel találkozhatunk, de az, hogy visszamenjünk, na az egy komoly töréspont az emberi agyakban, hogy ezt feldolgozzuk, hogy ez mennyire lehetetlen, és meg kell birkóznunk ezzel a dologgal. A múltba való utazás, ez csak így az emberi gyarlóságnak, meg az emberi természetnek a megtestesülése, hogy szeretnénk, ha te is mondtad, visszacsinálhatnánk dolgokat, vagy a régi jó dolgokból, amiből nem maradt semmi, azt újra élveznénk, tehát hogy... Igen, szerintem több olyan ember van, aki kis dolgot tenne rendbe, egy kis családi dolgot, egy kis, nem tudom, szakítást próbálna meg elkerülni, vagy egy ilyen kisebb léptékű, tehát nem az, mint a filmekben, hogy ilyen tenyerüket dörzsölő főgonoszok, de nem ilyen nagy léptékű dolgot próbálnak végrehajtani, hanem szerintem mindenkinek van ilyen kis élet töréspontja, amit úgy szívesen változtatna, de még akár egy-egy mondaton is. Szerintem ez sokkal motiválóbb, mint az ilyen világuralomra törésnek a motivációi. Szóba került már a szabad akarat kérdése, ami ugye egy múltba való utazással kapcsolatban egyértelműen kb. Az első, ami előjön kérdésként, hogy mi alakíthatjuk-e például a jövőnket, ha a múltba tudnánk utazni, vagy minden elrendeltetett. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy egyébként ha olyan filmet nézek, ami a múltba, a múlttal kavar valamit, és időutazásról van szó, akkor én mindig azt szeretem, és azt várom, hogy valójában nincs szabad akarat. Tehát minden elrendeltetett. Tehát, hogyha az már megtörtént. Tehát, ha én visszamegyek a múltba, és találkozom önmagammal,
és beszélgetek magammal, akkor az már valójában megtörtént, amikor én gyerek voltam, akkor találkoztam felnőttkori önmagammal. Hát ezek az zárt időhurkok, ugye ezek miatt paradoxon, a nagypapa paradoxon, meg ugye ebből az is jöhet, hogy információt viszel vissza, és akkor honnan van az információ. Például, mit tudom én, van egy a DeLorean tervrajzát visszaviszed de gyerekkori önmagadnak, aki innentől kezdve meg tudja építeni a DeLorean-t, hiszen van egy tervrajza, de akkor honnan van az információ, honnan jött a tervrajz? Ugye vannak ilyen érdekes, és természetesen pontosan ezek miatt, a paradoxonok miatt, az időhurok paradoxon miatt mondják azt egyesek, hogy valószínűleg, hogy lehet, hogy ilyet nem lehet csinálni. Tehát lehet, hogy ez maga a kronológia védelmi elv, de egyébként erre is van megoldása, például az emlegetett Feynmanéknak, ők valahogy úgy csinálják a dolgot, hogy vannak időben visszafele menő információk, de az időben például hullámok, például létezhetnek rádióadások, amelyek a jövőből jönnek, vagy van Feynman rádiónak hívják ezt a gondolatkísérletet, amiben, mint mondtam, komolyan veszik azt, amit megtanul az ember fizikus hallgató korábban, hogy az úgynevezett avanzsált megoldás. Itt a Maxwell egyenleteknek, amiben a múltban visszafelé megy egy rádió hullám, vagy egy fény hullám, azt hanyagoljuk el, mert nem fizikai, na a Feynman azt mondja, hogy nem ússzuk meg ennyivel, játsszuk végig rendesen, hogy mi történik, ha ez visszamegy, és akkor arra jut, hogy vannak ugyan visszafele menő hullámok az időben, de amikor az odafele menő hullámokkal találkoznak, akkor ezek úgy oltódnak ki, hogy ami eredmény marad, az mégiscsak egy időben előre felé haladó valami. Most ez kicsit elvontan alkalmazható a mostani ízére is, hogy tényleg történhet visszafelé menő dolog, de akkor a szükségszerűen úgy van kitalálva az univerzum, és akkor ezt csinálja Christopher Nolan is szerintem, hogy akármit csinálhat, az úgy fog kioltódni, hogy végül az történjen, aminek úgymond történnie kell. Hogy az persze milyen magasabb rendű törvények döntik el, hogy ez megint egy más kérdés, de ami a szabad akaratot illeti, szerintem a szabad akarat az akkor is problémás, hogyha egy eleve figyelmen kívül hagyjuk az egész időutazós mizériát. Tehát, hogy a fizika törvényeit ha komolyan vesszük, akkor van-e az embernek egyáltalán szabad akarata? Nem? Hát végül is az, hogy a részecskék, amikből mi megunk, meg az agyunk, meg minden fölépül, hogyan működnek, hát azokat végül is olyan egyenletek írják le, amelyikből következik, hogy a következő időpillanatban mi fog történni valamennyire. Vagy a kvantummechanikában nem feltétlenül következik, de akkor úgy kb. Véletlenszerűen jön ki. Tehát akkor mondjuk arra mondta Einstein, hogy olyan, mintha az Isten dobókockát dobna. Lehet, hogy nem jósolható, hogy hogyan fogunk viselkedni, de hogy mit jelent a szabadság, hát ez már egy mély filozófiai kérdés, és ez önmagában baromi érdekes, még ha nincs is időutazásról szó. Mennyire vagy urai annak, hogy mit csinálunk most, amikor az is valami miatt történik, amire nincs ráhatásunk, hogy te szóval fura? Lehet, hogy nem a szabad akarat a fontos, hanem hogy ne tudjuk, hogy mi fog történni, mert elég nagy a paramétertér, tehát nem fogjuk tudni kiszámítani itt a közeljövőben, ez egészen biztos. Tehát itt az a kérdés, hogy megelégszünk-e annyival, hogy ha mondjuk valaki azt mondja, hogy nincs szabad akarat, de azért nem fogod tudni kiszámítani, hogy merre fog haladni az életpályád, és ezért izgalmas az időutazás is, mert lehet, hogy elrendeltetett lesz a cselekményszál, amit a filmben látunk, de hogy nem tudjuk kiszámítani, amit nézünk, az biztos. És lehet, hogy ennyi elég, nem? Nem az a helyzet a múltba utazással, hogy ha csak nem létezik a jövőben valami olyasfajta elsődleges irányelve az emberiségnek, hogy ugye nem avatkoznak bele a múlt történéseibe, akkor ha van a jövőben időutazásra lehetőség, az elkövetkező, nem tudom, 50 évben, ameddig még élek jó esetben, akkor most én ebben a pillanatban fogok visszajönni a jövőből, és akkor most itt hát nem jöttem vissza. Akkor vagy nincs időutazás a jövőben. Vagy elfelejtetted, hogy ezt kijelentetted. Igen. Egyszer a Stephen Hawking rendezett egy partit időutazóknak, azt hiszem egy szívben rakta a meghívót, meg minden, de azt sokkal később küldte ki a meghívót, mint hogy megtartotta a partit, és akkor ott berendezett egy termet, meg kirakta a kaját, piát, felvette a szép smokingját, vagy hát ráadták, vagy mit tudom én, és ugye nem bukkant föl senki. Ugye, de hát, hogy van ez egyébként? Érdekes, hát ez a kronológia védelem, hogy azt mondod, Ádám, hogy ez olyasmi, mint a first contactoknál ez a dolog, hogy egy törvénybe fogják iktatni, hogy az időutazók nem avatkozhatnak be ilyen értelemben,
Gondolod, hogy... Igen, én azt gondolom, hogy ha a múltba való utazás egyszer lehetségessé válna mégiscsak olyan technikai paraméterek és akár a természet törvényeit, akár kiászva, akár velük összhangban, ami lehetővé teszi azt, hogy a jövőből visszautazzanak a múltba. Az emberiség egyrészt már olyan fejlett lesz, hogy tehát ideológiailag magától is alkalmazkodik ahhoz, hogy nem lehet megváltoztatni a múltat, de igen, azt gondolom, hogy ezek, hogy emellett is egy irányelvet alkotnak, vagy olyan védelmi mechanizmusokat, hogy semmiképpen ne lehessen beavatkozni a múlt történéseibe. És akkor ezt felvet egy kérdést, hogy miért nem, ugye, és akkor megint visszajukhatunk a paradoxonokhoz, tehát ez egy ilyen farkába harapó kígyó gyakorlatilag, de én ezt így képzelem, igen. Van és az időutazó. Nagyon sokan így képzelik, mert most egyébként kicsit készültem az időutazós science fictionok történetéből, és egyébként meglepődtem, hogy ugye azt szokták mondani, hogy az H.G. Wells Időgép című regénye volt az első, de hát nem kis büszkeséggel fedeztem föl, hogy ezt egy évvel megelőzte a magyar Herczeg Ferenc, aki 1890-ben írt egy Sirius című regényt, amit aztán több nyelvre is lefordítottak, amiben van egy Sergius nevű tanár, aki repülőgéppel viszi vissza az ők nagyapja korába a főhőst, aki egyébként szerelmi galibába is bonyolódik, de már ott megvan az, hogy fontos szabályként kirója a tanár a fiatal embernek, hogy az időutazó az semmiképp sem fedheti fel ilyen véletlen anakronizmusok által a kilétét, tehát mondjuk ne legyen nála, mit tudom én, zsebóra, vagy mit tudom én, micsoda, ilyesmi, amit még akkor nem találtak föl. Tehát ott is konkrétan így, úgymond szabályzással, törvényi erővel foglalják, úgymond törvénybe, hogy nem szabad ilyet csinálni, tehát érdekes, hogy ez már olyankor, tényleg a világ egyik első időutazós valamilyen, ha bár mondjuk, igen, nem tényleg valószínűleg ez az első, de talán 5 évvel megelőzte mondjuk egyébként Mark Twain, amikor először van az egy Jenki Arthur király udvarában, ezt talán ismeritek, de nem csak most láttam, csak egy évvel előztem meg, mert az 1889-es, ott ugye az van, hogy egy kocsmai verekedésben fejbevágnak egy ilyen tengerparti mérnököt, vagy tengerésztisztet, vagy matrózt, vagy én nem tudom micsodát, és akkor egyszerűen fölébred, és hirtelen Camelotban találja magát Arthur király udvarában. Hát ilyen értelemben talán ez az első, amiben ilyen értelemben időutazás szerepel, de hogy ott is nagyon fontos, hogy telek, hogy nem bukhat le. De ez nem csak azért van, mert az irodalmárok, az írók, az alkotók, azok úgy gondolják, hogy az időutazás egy elég bonyolult sztori ahhoz, és egy elég bonyolult tudományos történet ahhoz, hogy ne térjenek ki ezekre a dolgokra, ezért ezeket a szabályokat lefektetve. Tehát, hogyha én azt mondom az én szereplőimnek, hogy ti nem... semmiképpen nem változtathatjátok meg a történteket, és hozok szabályokat, akkor gyakorlatilag elkerülöm azt, hogy nekem azt kelljen magyaráznom az olvasók, nézők fele, hogy miért így van, és miért nem úgy van, hogy nem tudom, eltaposott egy lepkét, és ezért nem tudom, meghalt Hitler. Tehát, hogy igazából. Nem, hogy csak egy védelmi elv, egy olyan kronológiai védelmi elv, amit maguk az alkotók is alkalmaznak a saját védelmükben. Ez nagyon jó, és a Christopher Nolan viszont dicséretesen belement ebbe. Mert hogy ő viszont nem csinálja ezt, és szerintem ez így baromi jó. És tényleg az a baj, hogy magukat védik az írók, igen. Igen. De mitől védik egyébként? Az lenne a filmben, hogy találkozik valaki önmagával, és felrobban a világegyetem, és az lenne a vége a filmnek? És igen, ezt nem szeretnénk akkor, látni? Igen, de akkor el kéne magyarázni az írónak, vagy alkotónak, hogy akkor miért robbant föl a világ? Tehát, hogy akkor belemegy olyan kérdésekbe, amit komoly neves kutatók sem tudnak megválaszolni, vagy csak olyan gondolatkísérletek alkalmazásával tudnak megválaszolni, amik azért elrugaszkodnak a valóságtól. Nyilvánvaló, hogy ez egy irodalmi műben, vagy egy filmben azért nagyon megbonyolíthatja a dolgokat,
dolgokat, és esetleg el is idegeníti a nézőt attól, hogy ez most egy túl bonyolult dolog. De egyébként Christopher Nolan, most, hogy említetted, Miki, ő beleállt, de vajon mennyire állt bele abban az értelemében, hogy azért a film, és lehet, hogy csak én láttam rosszul, de hogy a film egyértelműen elmagyarázta nekünk, hogy ami elrendeltetett, az elrendeltetett. Mindegy, hogy az idő mely idő pillanatában. Igen, igen, csak erre mondom én, hogy az időutazás nélkül is megállja a helyét ez a mondat, azt mégiscsak érdekelünk. Tehát azt is lehet mondani, hogy az, hogy lemegyek az utcára jobbra vagy balra fogok fordulni, és akkor most hozok egy döntést, és akkor toljuk egy randomot, és balra fordulok. De hát azt az én agyamban biokémiai folyamatok meg ilyen izék döntötték el, hogy most én merre fogok fordulni. Én azt hihetem, hogy most mekkora randomot csináltam, meg mekkora szabadban, de hát valójában miért? Tehát értem, minden eleve rendeltetett bizonyos értelemben, és én egyre kevésbé hiszek abban, hogy ténylegesen szabad akaratunk van, vagy akkor definiáljuk, hogy mi az a szabad akarat. Bonyolult, messzire vezet, de ez időutazás nélkül is éppen elég para, szerintem. Minden filmben benne vannak ezek a tipikus fordulatok, hogy ez fog történni? Jó, akkor nem megyek oda. Tehát így vannak ezek a dacoskodó főszereplők, akik próbálják így elhárítani ezt a gondot, de nem sikerül, és azért Nolan is beépítette ezeket a mondatokat, tehát hogy ez a ne próbálja megérteni, úgyse sikerül, úgyis el van rendelve. És működött szerintem a filmnek a mechanikája, de azt a részét nem értettem, amikor az inverse tárgyakkal, mint ilyen Jedik ott szórakoztak. Arra mondta ott a kedves doktornő, hogy hát ezt érezni kell, és akkor innentől kezdve a nézőre is rá van hagyva. Jó, az a csávó ott érzi, hogy mit csinál, tehát ott felfelé esnek a dolgok, meg minden. Azt ő ösztönből csinálja, ne nagyon agyaljál ezen, kedves néző, nincs mit ezen érteni, tehát ez így működik, és kész, megvannak ezek a sarokpontok a filmekben mindig. Nem véletlenül küszködik ezzel akkor, ha jól látjuk, már itt 130 éve például így az irodalom, meg a filmkészítés, tehát azért... Ennek a science fiction irodalomnak, meg filmgyűjteménynek van egy nagyon speciális alfaja az időutazáson belül, ez az úgynevezett ilyen lúpolós történetek, tehát ilyen időhurokba kerülés. Ezek sikeresen kikerülik az általunk felsorolt buktatókat. Néha ezt úgy csinálják, hogy valójában egy szimulációról van szó, vagy egy belső gondolatvilágban reked a főhős, vagy nincs is rá magyarázat, mert ezek általában ilyen nem ritkán könnyedebb filmek, mint ugye a Groundhog Day, mi is a magyar címe annak? Idétlen időkig? Azt hiszem, igen. Talán van egy ilyen magyar film is, hogy Időhurok, volt egy ilyen Tom Cruise-os film is, aztán azt hiszem, hogy volt egy ilyen valami vonaton rekedt csávó, Jake Gyllenhaal volt a főszereplő, azt hiszem. Tehát van ez a, hogy valakinek újra és újra meg kell ismételni egy ciklust, ez általában ilyen személyes küldetés, hogy valakinek valamire rá kell döbbennie, és akkor a teremtő, vagy az a szimuláció, vagy az a program, vagy valaki addig nem engedi tovább élni az életét, amíg ez meg nem történik. Szerintem ez is elég gazdag, vagy sok ilyen mű van, ami ezt járja körül, és nem feltétlenül jönnek szembe ezek a problémák, amik a hát klasszikus időutazásnál felmerülnek. Pár éve volt egy konkrét film, Időhúrok, aztán pont ez volt a címe, amiben egy amerikai film, amiben gyakorlatilag a főszereplő az a saját anyja, a saját apja és a saját gyereke önmagának, és így egy időn kívüli személy, és az újra igen. És újra ez történik. Egy nagyon érdekes, egyébként az a film, most sajnos nem mondom meg fejből, hogy mikori film és kijátszott, nem olyan régi egyébként, az a film szerintem az időutazás témáját sokkal, hát lehet, hogy az hatásvadász volt inkább, de én azt például sokkal jobban feldolgozva éreztem, mint Nolan esetében. Nolannél, én a Tenetnél, és örülök, hogy Csabinak tetszett, de én nem éreztem, többet vártam tőle, hogy jobban bemutatja ezt az egészet, látványos volt, meg egyébként jó film volt, és dacára annak, hogy majdnem 2,5 órása a film, én hál' Istennek egyszer nem unatkoztam, nem úgy, mint az
Ad Astránál, ahol forgolódtam a székben, és azt hittem, hogy meghalok. De a lényeg az, hogy tehát jól volt felépítve a film szempontjából, tök jó volt, csak valahogy nem pedzegette meg, nem pendítette meg azokat a húrokat, azokat az időhúrokat, amiket én szerettem volna, ha konkrétan pont Christopher Nolan pedzeget. Hát hol lett volna még mit pedzegetni, szerintem is. Hát igen, de azért itt azért forgatókönyvírói bravúr volt mindenképp, hogy legalább ezt összerakták így, de hát jó lenne még ilyeneket látni. Most reménykedhetünk esetleg abban, hogy most ez elindít valamilyen folyamatot. De az nagyban múlik azon persze, hogy ennek a filmnek milyen lesz Amerikában a fogadtatása. Amúgy érdekes, hogy ugye pont a koronavírus helyzet miatt az a sajátos dolog állt elő, hogy mi ezt előbb láthattuk itt Magyarországon, mint az amerikai premier. Úgyhogy ugye ott később mutatták be, mint Európában. Vagy most szerintem mostanság mutatják be, úgyhogy hát kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz ebből. De azért egy első lépésnek ez jó, tehát azért azt meg kell hagyni a Nolannek, hogy persze csomó mindent ki lehetett volna bontani, de tényleg ez a párhuzamosan oda-vissza menő szálak együttélése, azért ehhez kellett agyalni, és szerintem ezt ahhoz képest, hogy ez az első ilyen próbálkozás szerintem, amit itt talál, amiről tudunk így a film történetben, ahhoz képest azért ez elég jól oda lett rakva. Persze én is tudnék mondani ilyen dolgokat, amik hiányoztak, de azért szerintem ez egy jó kezdet, és remélem, hogy lesznek még ilyen filmek, amik még ennél sokkal elborultabbak lesznek, és sokkal többször kell majd visszanézni, hogy megértsük, hogy mi a franc van. De... Szóval... Ez a hiányérzet azért szomorú, mert mintha alá lett volna rendelve a karakterépítkezés ennek az egész koncepciónak, és hogyha már alá van rendelve, akkor jobb lett volna, ha nem hiányérzettel távoztok, vagy távozunk a mozi székekből, bár tényleg az az alapkoncepció, meg a megvalósítás az oda lett téve, de hát főhősnek hívják a főhőst, talán a Dunkirk óta megfigyelhető Nolannél, hogy nem érdeklik a karakterek, nem, nincsenek jó szereplők. Lehet, hogy ez koncepció, lehet, hogy nem tudom, hogy ez miért van, de elmaradt a nagy karakterépítkezés. Egyébként nem... Akkor, amikor néztük, ez nem volt hiányérzet, vagy nem nyomta rá a bélyegét a szórakozásra, ezt csak utólag okoskodom bele. Ezt mind ellensúlyozta egyrészt a jó koncepció, másrészt ez a pörgős, ilyen kémfilmes setting. Jók voltak a párbeszédek, bármennyire is közhelyes és blőd, és egysoros, és macsó, és ilyen nagyon... tipikus párbeszédek voltak, ennek ellenére jól hozta ezt. Nolannek nem szoktak ilyen jó, ennyire pörgős és ennyire dinamikus párbeszédei lenni talán, és ebben szerintem kicsit újdonság volt ez a film. Sablonos volt a főgonosz nagyon, talán az összes ilyen karakter pillanatot láttuk már valahol, de az, hogy ezek a tényezők így összeálltak, tényleg ez úgy egy egyedi filmélményt hozott szerintem. Sajnos ki kell magamnak kérni a dramaturgiáról megfogalmazottakat, mert így ember nem beszél. Tehát, hogy a film hamzsegett a közhelyekkel, nagyon-nagyon rossz párbeszédek hangzottak el benne, szerintem nem volt, inkább gyengesége volt ez. De ahogy ember beszél, azt úgy hívjuk, hogy barátok közt, tehát ezért van egy úgynevezett filmnyelv. Nem erre gondolok. Ember, nem egyébként meg barátok közt, ember sem beszél úgy, mint a barátok közben. Hát szóba hozzal egy olyan sorozatot, Csabi, ahol hazaér a férj, meg a feleség, és kosztümben, nem, meg öltönyben főznek, meg házi munkát pont csinálnak. Pont ez a baj, Ádám, hogy ha olyat látsz, ami a mindennapi élettel rezonál, akkor az nem filmes élmény, vagy nem... Nem, én értem, amit mondasz. Szerintem, az én meglátásom szerint, ez nem volt jó a filmnek, a dramaturgia, a szereplők egymással való kommunikációja, az inkább egy gyenge pont volt számomra. De nem baj, hogy nem értünk egyet, én mindig mondom, és ez a műsor is azért van, nem csak azért van, hogy mindig azt mondjuk, hogy egyetértek Miklóssal, egyetértek Csabival, hanem azért is, hogy ne értsünk egyet. Én ezzel a részével nem értek egyet, és nem azért, mert mondjuk teszem azt, nem veszem figyelembe, hogy ez most egy film, vagy filmnyelv, vagy bármi más.
egyszerűen voltak ott közben is, amikor tartott a film, akkor voltak olyan mondatok, sajnos nem tudom így felidézni, de esküszöm csak és közel ezért megnézem Blu-ray-en majd, és kiírogatom, amiknél fönnakadt a szemem, hogy ez tényleg egy ilyen volumenű filmben benne van. De valójában meg az jutott közben meg eszembe, hogy lehet, hogy direkt puffogtat Nolan ilyen kliséket, ugye is írta a forgatókönyvet, hogy direkt puffogtat ilyen kliséket pontosan a film miatt, vagy a filmhez, vagy a film nem is a témájához, hanem a feelingjéhez, az egészhez kapcsolódóan. Nem tudom egyébként eldönteni, szeretném, hogy így legyen, hogy ez egy direkt dolog legyen, nem tudom még, lehet, hogy második újranézésre, ami ez nagy levegőt kell vennem, ott teljesen máshogy fogom látni, és azt fogom mondani, hogy igen, Csaba, 100%-osan neked volt igazad ebben a témában. Aha, szerintem ez így van, ez egy ilyen cucc. Tehát úgy lett megírva, hogy sablonos, nagyon ilyen extravagáns mondatok, nagyon közhelyesek, ez szerintem abszolút koncepció. Lehet, igen, hogy vegyünk egy szokásos akciófilmes Mentsük meg a világot történetet, amiből láttunk 12 ezret, és akkor ez legyen pont olyan, viszont legyen megcsavarva ezzel az időhurokkal, tehát végül is rá lehet fogni, hogy ez egy rendezői koncepció, persze. Hát azért néha én is felröhögtem, amikor volt egy-két megszólalás a filmben. De hát ugye tudjuk jól, hogy amikor az Arrival-t beszéltük ki, egy hasonló jövőbelátós, visszahatós, időhurkos helyzetből, ugye emlékeztek, és az is végül is tökre kötődik ehhez, ottan zárt időhurkokban bolyongtunk abban a filmben is. Ott is ugye végül voltak dramaturgiai agályaitok, de ott mindketten egyetértettetek abban, hogy a csináljunk gyereket, vagy micsoda záró mondat a filmben, az nem volt annyira adekvát. Szóval úgy látszik, az időutazós filmek azért ezektől nem tudnak megmenekülni. Vagy időparadoxonos filmek, ugye, abban nem volt utazás. Csak. Igen, csak szerintem sokkal nehezebb rossz mondatokat írni, most nem akarok ezen a végtelenségig rugózni, sokkal nagyobb teljesítmény közhelyes és rossz mondatokat írni, mint nem. Tehát, hogyha én leírom azt, amit gondolok, azokkal a szavakkal úgy egyből, ahogy kijön belőlem, akkor az lehet, hogy egy jó gondolat lesz, de egy rossz párbeszéd lesz. Hát ugye majd a jövő meghozza döntését, vagy a múlt ezen kérdés területén is. Szerintem ez a műsor ezzel így nyitva marad, mert hogy elérkeztünk a műsor végéhez. Nyitott mondat. Így van, úgyhogy szerintem még fogunk időutazásról beszélni, főleg azért, mert visszajövőbe trilógia maga megér, vagy 4-5 műsor, tehát hogy biztosan, hogy fog majd még időutazásról szólni ez a műsor, de hát írjátok meg ti is a véleményeteket kommentben ez az adáshoz. Mindenképpen kíváncsiak vagyunk rá, hogy ti mit gondoltok az időutazásról, és szerintem nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk. Úgyhogy sziasztok, ez a Parallax is 33. adása. Ja, tényleg, vagy visszafelé mondva, ugye? Hogy például azt mondom, hogy rét is cukár, és akkor az visszafelé Rákóczi. Hát inkább mondd azt, hogy indul a görög aludni. De a Tenet is egy ilyen szó. Meg. Vagy a Galaxis az visszafele szikszalag. Hát igen, vannak ilyenek. Na jó. Talán igényli a kedves rádió néző hallgatóság, hogy normálisan is elköszönjünk. Legközelebb október 1-én jövünk új Parallaxis podcasttel. További kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Tschüss! Hello! Auf Wiedersehen! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu